Len brat Tibor veľmi múdro mi poradil, že najprv nech idem na plávanie. Takže rok som chodil ku Kerestesi Pištabáčimu, ktorý ho volali Kemi, tak ten mi dal také základy, že dodnes som vďačný. No ale potom som prešiel na vodné polo, takže s dobrými základmi a tak sa vlastne som sa dostal po. Tak snažil som kopírovať tých starších spoluhráčov. No a to boli veľmi ťažké tréningy, takže som bol rád, že som prežil ten tréning. Mm-hmm. Ale mi sa strašne to zapáčilo a čím ďalej, tým ja som sa zaujímoval toho športu. Všetkých trénerov som mal veľmi rád, ale musím vyhnúť Mikuláša Sedláka, ktorý ma trénoval 6 rokov a veľmi veľa ma naučil. Potom v Bratislave, keď som bol, tak veľmi som mal rád Rudolfa Štofana. Som veľmi vďačný, veľmi veľma naučil a ozaj tam som sa stal už mužským hráčom v podstate. No a reprezentačnému trénerovi Vladislavovi Botlíkovi tiež veľmi veľa môžem ďakovať. Tak boli osobnosti. V prvom rade ja som ešte videl ich hrať, áno. Takže som stále ich obdivoval. No a ako tréneri, tak boli veľmi skúsení. Štofan napríklad študoval v Budapešti, áno. Takže nové metódy doniesol trošku do vodného pola. Botlík zase so skúsenosťami, takže mali sme sa čo učiť od nich. Detstvo, moje detstvo. Červená hviezda, tam som začal. Dlhé roky sme sa volali Červenou hviezdou. Kdekoľvek sme prišli, to bola značka. Hovorím, turnaje v Maďarsku, bolo 5 maďarských družstiev a Červená hviezda. A sme dokázali vyhrať ten turnaj, áno. Takže mnohokrát sme hrali Európsku ligu. Cestovali sme cez socializmus, no, každý rok aspoň 2-3 krát na západ. Takže moje detstvo, celá športová kariéra, môžem povedať, že Červenou hviezdou je spájana. Ako plávarim, takisto, tam som vyrastol. Ešte aj sobotu, nedeľu sme tam chodili zaplávať si, zahrať chytačky, prehadzovačky a tak ďalej. Vtedy verejnosti nevadilo, keď sme trošku ošprechali. Bolo povedané, že od druhej do tretej hrajú vodní polisti, rožky, chytačky. Každý plával, kde vedel plávať a my sme tam odohrali, alebo sme tam pretekali a potom išiel život ďalej. Iná doba bola úplne jak dneska. V podstate už na gymnáziu som vedel, že chcem robiť trenéra. Ja som už zápasy ináč pozeral, keď sme boli na majstrovstve Európy napríklad a finálové zápasy. Ja som sledoval trenéry, jak sa chovajú, ako kaučujú. Takže ja milujem ten šport, to je môj život, takže ja už neviem si to predstaviť, že by som na čo iné robil. Tak jednoznačne najväčším úspechom bolo v roku 1989 v Bonne, na majstrovstve Európy sme skončili 7. a porazili sme vtedy velikánov Maďarov. Takže aj 7. miesto a to, že v histórii jedinýkrát sa nám podarilo maďarské národné družstvo nabiť. Ako tréner, tak považujem za veľmi dôležitý výsledok, keď sme na Malte porazili Francúzov a to otvorilo nám cestu na majstrovstvá sveta do Argentíny. Takže veľmi ťažký zápas bol, mali sme veľmi dobrú prípravu Chorvátmi, no a dokázali sme ten kľúčový zápas, ktorý bol veľmi dôležitý vyhrať, aj keď nie my sme boli favoriti a s tým pádom sme zabezpečili letenku na majstrovstvá sveta v Argentíne. Prvý zájazd sme mali ešte za socializmus na Maltu, Sicília, prešli sme celé Taliansko autobusom ešte vtedy. Pozastavili sme sa v Florencii, v Ríme, v Nápoli, v Syrakuze. Potom autobus sme nechali a šoférov na ostrove a sme loďou prešli na Maltu. Tam sme vyhrali jeden medzinárodný turnaj a potom naspäť, tak to boli veľmi pekné spomienky. No a tak som pocestoval v podstate celú Európu, aj vo svete. Najviac sa mi páčilo v Rio de Janeiro, poviem otvorenie. Rád by som sa ešte tam vrátil, s manželkou už. Tak uvidíme, že či sa mi to podarí. Ale aj ostatné mesta sú nádherné. Ťažko si vybrať, či Rím, či Páriž, či Istanbul, alebo Buenos Aires.
krásne mesto sú. Pred 4 rokmi, keď 44 roky som spôsobil šport EŠKP Košice a vtedajší predseda neobnovil mi zmluvu, to bola pre mňa najväčšie sklamanie v kariére športu. Ďaka tomu dneska mám vlastný klub s kamarátom a prešiel som na ženské vodné polo, hráme Euroligu a som veľmi spokojný, takže niekde som aj vďačný za to, že tak sa zachovali, ako sa zachovali. Ja už aj predtým som trénoval dievčatá a som si všimol, že dievčatá sú veľa snaživejšie ako chlapci a veľmi dobrá partia bola v Košiciach. A keď sme rozmýšľali s Luborom Totom, že založíme nový klub, tak v podstate sme začali so dievčatami, niektoré hráčky prešli a veľmi raz spomínam na to, že po 23 rokov, čo EŠKP nedokázalo, tam my za 3 mesiace, okrem založenia nového klubu, po 23 rokov sme doniesli slovenský pohár naspäť do Košic. A mal som v družstve 3 kadetky, 3 juniorky a 3 maďarky. Takže 9 devčat bylo celé Slovensko, tedy bolo 5 družstiev. No a to nikdy nezabudnem, hej, že ten slovenský pohár prvýkrát, áno, že tak zahrali devčatá a veľmi pekný úspech to bol. Športové gymnázium má obrovskú výhodu, vzhľadom na to, že sú umožnené tréningy ranajšie od 8 do 9 a že máme školský autobus, kde splávar neprenesie šofér deti do školy, no a vyučovanie začína o 10. Ja už 29 rokov som na škole, v podstate som druhé roky bol len na polovičný úväzok, lebo nestihal som i v klube, i reprezentáciu, i školu. Neskôršie som sa stal už stabilným trénerom. No tak veľmi vyspelé štáty sú Taliani, Španieli, Maďari, Srbi, Chorváti. Ovšem tam s tými bazénmi je problém. Takže vlastne teraz už idú trošku dole vodou. Máme tam, že Belehrade, keď sme prišli na bazén, tak fantastická plávareň bola. Keď bol som pred 5 rokmi, tak už omietka padá a vlastne neinvestovali do toho. V Maďarsku tak kdekoľvek, tam rastú bazény ako huby, sa hovorí. No a bohužiaľ aj na Slovensku je málo bazénov a nič sa nedieje. Málo priestoru máme na trénovanie, aj plávanie, aj vodné polo, takže dúfam, že sa to zmení časom. És egy német csapat szerződtette, ahol a menedzsernek 4 fia játszott vízilabdát, és mi is kijutottunk a pozsonyi csapattal Offenbach városába, ahol egy torna volt. Nem volt a nagy jelentőségű torna, egy felkészülési torna volt, és egymás ellen játszottunk. És akkor a Tamás mondja, hogy na figyelj Szabolcs, most megmutatok neked egy trükköt. Hát persze jobbra nézett, balra ugrott, és bal kézzel vette át a labdát, pedig arról volt híres, hogy mind a két kezével tudott játszani. Becsapott, csak nem kapott jó paszt, úgyhogy nem lett belőle gól. Hát a következő támadásban, na most megyünk a másik oldalról, na most vigyelj. És én átláttam rajta, hogy mit fog csinálni, és fél fordulattal a könyökömmel, nem szándékosan természetesen, megütöttem őt. Fölrepett a szeme alatt, úgyhogy muszáj volt kijönni a vízből, mert vér volt, nem vérzett nagyon, de be kellett varni, és ő már a vízben nem tudott visszamenni, úgyhogy a mérkőzést 7-5-ről megfordítottuk 10-8-ra, úgyhogy megnyertük a mérkőzést. És hát most kerestem a mérkőzés után Faragot, hogy hol van, már volt a bankett, már vacsoráztunk, és akkor csak ahogy éppen a kolbász mentem menni, egy óriási pofont kaptam hátulról, de ez a pofon, ez olyan hálás pofon volt, mert örülök, hogy nem haragudott meg a Tamás, mert nekem mindig ő volt a példaképem. És azt mondom, miért verekszel? Hát mondom, nem verekszel, tonoát nem akartam, ne haragudjál. Úgyhogy aztán minden rendben volt, de hát ő is tudta, hogy nem direkt csináltam. De mondom, ez a legkellemesebb pofon volt az életben, amit hátulról kaptam. Az ő kis kezével kétszer nagyobb, mint az enyém. Nekem is elég nagy, de az ő azért még nagyobb. Mai napig különben tartjuk a kapcsolatot. A női válogatottal 2 évvel ezelőtt például Budapesten a Margit-szigeten készültünk föl. 2 edzőmeccset sikerült elintézni. Tóna azt mondta, Szabolcs, te jöhetsz. És ez nekem egy nagy megtiszteltetés.
Ez két időszak volt. Az első igazolásunk az Ancsán és Bírosnak az igazolása volt. Megkértem őket, hogy nem jönnek nekem segíteni. Nagyon csikó csapatom volt, és az Ancsánt kértem meg, hogy jön nekem segíteni. Már ő is egy korban voltunk, tehát én ezdősködtem, tehát már kifelé, és egy évre szerződtettük őket, és azt mondja, hogy hozhatok egy fiatal srácot. Mondom, persze, hogy hozhatsz, és hozta a Bíros Petit. Na hát valóban, hogy egy óriási bombával, tehát még csak 17 éves volt, tehát csikó. Sokat segített a csapaton, de igazi áttörést nem tudtunk csinálni, viszont a fiatal játékosaimnak volt kitől tanulni az Ancsántól. A rákövetkező évre erősödtek a csapatok külföldi játékosokkal. És akkor a Vasasba játszott a Varga Tamás és Vári Attila, és a Varga Tamással Szolnokon játszottunk együtt. Ő csíkó játékos volt még, de nagyon jó volt a kapcsolatunk, és vége lett a bajnokságnak, és Falagon volt a Vasasnál. És akkor megkérdeztem, hogy nem szerződhetem le a fiúkat. És azt mondta, persze, szünetben mit fognak a nyáron logni, csak edzenek, és nyugodtan viheted őket, gyere, beszéljük meg. Leutaztunk a vezetőséggel, ott megbeszéltük. Nagyon korrektul viselkedtek, tehát nem voltak itt nagy pénzek, stb. Maga játékosok is kaptak persze anyagi fedezetet, de nem olyat, hogy nem tudtuk volna megfizetni. És így került el a Varga Vári Attila, és mindjárt a bajnoki meccs előtt, hát csak mindenki nézett, hogy ki van itt. Két friss világbajnok, junior világbajnok volt, és már akkor megmutatták, hogy milyen képességek vannak, mert a Vári Attila már ott a svéd csavart már ott dobta nekem a bajnokságba, és Varga Tamás pedig hárman voltak a centerbe, tépték a fejt, úgyis beforgatta, szépen berakta a gólt. Úgyhogy egy hátul átlövöm volt, centerem volt, és a többi én fiatal junior játékosaim, amikor már hatan fogták szinte a két magyar játékost, az enyém is a gólokat bedobták, úgyhogy nagyon értékes pontokat szereztük akkor a bajnokságban. Természetesen ezeket a játékosokat tudtuk, hogy nem lett hosszú időre, mert ők csak 3 hónapot voltak itt. Varga Tamás már mindjárt Olaszországba szerződött tőlünk, Vári Attila még bejátszott 2 kört, és aztán visszament a Vasashoz. De hát nagy köszönet nekik, és ha ma is találkozunk, hát jót nevetünk, egy jó kis buli volt. A vízilabda elsősorban nekem egy nagyon jó kollektív játék, ahol a sportolók egymást nagyon tisztelik, és nagyon sokat tesznek egymásért. A másik olyan kimondottan észjáték. Tehát a vízilabdában már maga a játék az, hogy a vízilabda, ami történik, azt a bíró látja, nem látja, és mindig mosolyogni kell hozzá. És akkor a bíró nem tudja, hogy most mi van. Igen, tehát egy kicsi színjáték is, van benne egy kis bunyózás is, birkózás is, nem olyan veszélyes az, ahogy kívülről látszik. Tehát mi meg vagyunk szokva ez a stílushoz, hogy egymást megrúgjuk. Nincsenek olyan nagy sérülések, mint más sportokban, tehát azt mondom, hogy egészséges sport is. Nagyon sokan még 34-36 évesen is űzik ezt a sportot magas színvonalon. Úgyhogy, és kell hozzá minden, tehát kell hozzá, igen, nagyon nehéz a felkészülés, mert a vízlabdás az jól fut, annak kell jól tudni súlyzózni, tehát annak kell tudni jól verekedni, és aztán jön a vízbalmunka, úgyhogy egy időigényes sportág, de aki belekóstol, az nem tudja abba hagyni. Az egész taktikát, azt minden posztot külön-külön megbeszélünk, úgyhogy centerposzt, védőposztok, szélsők, kinek mi a feladata, milyen esetekben kell lezárni, védekezésben, hogy kell támadni, úgyhogy nem, hogy hátul maradnak a játékosok. Bonyolult, tehát ez egy bonyolult szerkezet. Én a sakktáblához viszonyítom, én nagyon szeretek sakkozni is, és a mérkőzéseket is, mint egy sakkpartit szoktam elkönyvelni. Úgyhogy, de minden részletében oda kell figyelni a taktikának, tehát milyen a kapus, milyen a center, milyen játékosok, hány balkezesük van, milyen a labda, kemény, puha, mindenre oda kell figyelni. Mindenre. Ha az ember el akar jó eredményt érni, akkor mindenre oda kell figyelni. Kassában szeretem az embereket, szeretem a várost, szeretem az épületeket, a dómot, a színházat, az egész főutcát úgy, ahogy van. A régi úszodával együtt, az új úszodával. Úgyhogy nekem ez a városnak a nagysága, a mérete nagyon megfelel. Hát 18 éves koromban mindjárt vettem egy babettát, és azótától mai napig babettázok, jó, már le lett cserélve újabb típusra, de nekem az nagyon megfelel. Tehát SPZ-ka nincs rajta, úgyhogy azért kicsit az ember füllent, akkor a rendőr annyira nem tud elkapni,
nagyon mindenről lehet parkolni, elég gyors, és karbantartással teljesen igénytelen. Tehát nekem ez nagyon megfelel. Hozzám jött én babetta nélkül, a nyári időszakot az mindenütt babettával. Én nem autóval járok, hanem babettával. Amikor elkezdtem külföldre utazni, főleg a szocializmusba, bárhova mentünk a világon, hát magyarul, ha megszólaltam, ott mindenütt vagy edző, vagy menedzser, vagy valaki, vagy játékos volt, úgyhogy mindjárt az angolt akkor annyira nem tudtuk. Tehát az orosz volt nyomva, tehát az orosz tanultuk, az angolt azt még hiányosan, mi nagyon bánok, mert nagyon nagy üzleteket tudtam alapkötni, amikor ha akkor jól beszéltem volna angolul, akkor bejöttek a számítógépek például. Na de mellékes, úgyhogy nagyon, tehát a magyar a bírók, amikor fütyültek, tehát tudtam kommunikálni bárhol, bárkivel, és ez mai napig is úgy van. Én addig fogom csinálni, amit szeretem. Tehát amíg én azt mondom, amíg szeretek edzésre menni, amíg azon gondolkodok, hogy na most mit találok ki edzésen, hogy valami újat, mert én nem szeretem ismételni az edzéseket, és amíg látom, hogy a kollektív harcol, tehát lelkes a kollektív, mert ha fogom látni, hogy már nem akarozik dolgozni, én nem tudok fél munkát csinálni. Tehát én most vagy odállunk, most ennyi pénzért, annyi pénzért nem lényeges, ha egyszer valamit az ember elvállal, akkor azt be kell fejezni, és a hozzáállásnak egész illatónak kell lenni, mint amikor első nap az ember megígérte. A világ életemben hallottam azt, hogy magyar vagyok. Apám mindig mondta, hogy amilyen nemzetiségűnek születsz, maradj is olyan. Ezt az egész család tartja is magát. A gyerekeim is magyar iskolába jártak, úgy alapiskolába, mint gimnáziumba. Szlovákiában élek, szlovákokkal is nagyon jó a kapcsolatom. De az, hogy magyar vagyok, ezt én büszke vagyok erre, és magyarként is fogok meghalni, ebben is biztos vagyok.